portrékat szeretek rajzolni, de van egy-két állat, macskákat, kutyákat, lovakat rajzolok, és szeretem a fantasy elemeket is, úgyhogy az is megjelenik itt a kiállításon. Legfőképpen grafittal, ugye a legtöbb rajzom az grafittal készül, a többi olajceruzával, de ismerkedek az akvarelceruzával is. Most már nem abban a korosztályban tartozok, ahol még indítanának ilyen rajzpályázatot, úgyhogy így még ebben nem gondolkodtam. De vállaltam már úgy rajzolást, hogy küldtek képet, és akkor családtagokról rajzoltam már másnak. Gyerekkoromban is nagyon szerettem rajzolni, és akkor így a szüleim beirattak Szekszárdra a Garai János Általános Iskolába, ott rajztagozaton tanultam. Tovább is akartam menni, csak nem úgy hozta az élet, úgyhogy így választottam a szekszárdi Ady Endre iskolát, és akkor ott informatikát tanultam, de mindig az életem része volt a rajzolás, és mindig visszatértem ehhez. Most szeretnék megismerkedni a digitális rajzolással, csak ugye hát az eszközök feltétele, és akkor azt szeretném majd tovább. Igazából a Wednesday, ugye, azt az elég jó lett, szerintem. De a nagypapámról is készült egy kép, amit nagyon szeretek, és azt ajándékba készítettem a nagymamámnak, úgyhogy tőle kértem el. Általában ugye híres embereket rajzolok, de a barátnőmmel elkezdtünk egy rajzos kihívást, és akkor ott meg van szabva, hogy 52 héten keresztül milyen témában kell rajzolni, és akkor a legtöbb rajz ahhoz készült, és ott minden héten új feladat van.